Ez a kérdezett Nógrádi Györgytől mai adásra köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás, és itt van már velünk Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó napot kívánok, egy megjegyzés a következőre találtam egy szerintem nagyon jó kérdés. Kíváncsi leszek, hányan tudják majd a megfelelést. Köszönöm. Na kíváncsi, várjuk egyébként még van hallgatói játékunk, azt a műsor végén majd ismertetjük. Én meg azt szeretném mondani, hogy nagyon ritkán olvasok kommenteket, de most végigolvastam az előző adásunkhoz érkezett kérdést, yeah. ami arról szólt, hogy legyen -e ez a háttér, meg az új stúdió, vagy a régi, és hát ilyen fele-fele arányban vannak a dolgok, majd össze kell hivatalosan is számolni. Szóval most most egyébként ezután a e, online felvétel után pont véletlenül fogunk találkozni személyesen is a tanárúrral a Hit Rádió stúdiójában, úgyhogy kitaláljuk akkor, hogy pontosan milyen felvételek legyenek. Egyébként nagyon köszönjük, mert a legtöbben azt mondták, hogy bárhol csak beszélgessünk. Köszönöm. <síns> nagyon kedvesek voltak. E, mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Elértük a 162 000-edik feliratkozót is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogyha feliratkoznak. Menjünk a akkor bele a mai témáinkba, talár urat kérném, hogy ismertesse a legfrissebb híreket, mert az csak lámpafényben tudja tenni. Utána meg majd lekapcsoljuk a villanyt, és akkor elvileg még jobb lesz a kép. Köszönöm. Egy. Biden bejelentette, hogy amíg Netanyahu izrael miniszterelnöke, addig nem létezik két állami megoldás. Rendkívül érdekes volt. A három ö, balti állam, a legkritfán Észt, 600 bunkert épít föl a határon Oroszország felé. A spanyolok bejelentették, hogy az ukrán halottak gyerekeit, feleségeit elviszik több csoportba spanyolországi nyaralásra. Hát ez pár száz főt jelent összesen, tehát nekem ez megint egy kicsit ilyen PR hírnek tűnik. A következő az, hogy január 24-ére egy ukrán-szlovák csúcs találkozót, miniszterelnöki találkozót próbálnak megrendezni ahol a az, hogy a FISO-t eltántorítsák attól, hogy ne támogassa tovább Ukrajnát. Belgium tegnap bejelentette, hogy 611 millió euróval támogatja Ukrajnát, és ami érdekes volt, 300 francia jelentkezett le, hogy hajlandó lesz harcolni ö, Ukrajna mellett. Ezek Korzikáról jönnek, tehát különleges kiképzést kaptak. Meglátjuk, hogy ennek milyen katonai hatásai lesznek ami az elmúlt néhány órát illeti, az orosz külső hírszerzés vezetője bejelentette, hogy a amerikai cél Ukrajna gyarmatosítása. Január 24-én az Európai Unió bejelentette, hogy a orosz vagyon nyereségét átadják Ukrajnának, ez egy nagyon nehéz kérdés, és ma reggel a németek bejelentették, hogy hat német katonai helikoptert átadnak Ukrajnának. Erre korábban nem volt példa. Ennyi, és akkor most lámpa eltűnik. Köszönöm szépen, és a műsor világosítója pillanatok alatt megmondja a lámpa kérdést. Én pedig egy friss hírrel jönnék szintén, yeah. aztán úgyis belemegyünk majd még más részletekbe is. Jens Stoltenberg NATO főtitkár üdvözölte a török parlament tegnap esti, azaz kedd döntését, amelyen megszavazta a Svédország NATO csatlakozását, és felszólította egyúttal Magyarországot is, hogy cselekedjen így. 287 igen és 55 nem szavazat mellett a török parlamenti képviselők a Svédország NATO csatlakozása mellett döntöttek. Ugye ott lehetett, voltak még ilyen kérdések, vagy hogy vajon a török parlament tényleg megszavazza -e, vagy a törökök taktifikázni fognak, úgy tűnik, hogy megszavazza, ugyan ezt a ratifikációs okmányt még Erdogán elnöknek is alá kell írnia, és a török hivatalos labban is közé kell tenni, de úgy tűnik, hogy ez megtörtént. Ö, gyorsan történt? Nem, gyakorlatilag a törökök, amit akartak, annak jelentős részét elérték. A török álláspont az volt, Mondjuk a svéd csatlakozást attól teszek főkévé, hogy egy Törökország kap-e modern amerikai repülőgépeket, kettő Törökország kap-e valamilyen kedvezményt Európától, az állandó török kérés az, hogy az Európai Uniós tárgyalásokat felgyorsítani. Ezt nem mondják, hiszen tudják, hogy Törökországot ma nem veszik fel az Európai Unióba. A másik állandó török kérés, a vízum eltöldése. ezt Európa szintén nem hajlandó megtenni, de a svédek nagyon sok mindent megtettek, ott élő kurd kisebbség egy részét kiutasították, amit a törökök érték, hogy szolgáltassák a törökországnak, ezt nyilvánvalóan nem, de kompromisszumok születtek most ugye Magyarországon a világ szeme, vagy a NATO szeme, és ugye tudjuk azt, hogy azért a magyar kormány az utóbbi időben a különböző kérdéseket egy nél egyúttal jelzi, hogy hát ott vannak például az Európai Uniós források, amire nagyon várunk, illetve Svédország kapcsán talán ilyen közvetlen vita is volt, ugye a Svéd Közszolgálati tévében ben elhangzottak, mire, mire számít a tanár úr? Magyarország is megszavazza bizonyos feltételek mellett a Svéd NATO csatlakozást, vagy, vagy Nyilvánvaló, hogy Svédország úgy érzi, hogy a méregfogott törökök voltak, ez megoldódott, számukra Magyarország a kisebb problémát jelenti. Nyilván a színfalak mögött rengeteg tárgyalás lesz, ez az eljövendő 200 évben valószínűleg nem fog kiszivárogni, és ezek után Magyarország meg fogja szavazni. hogy ez egy hét, három hónap, ezt ember nem tudja megmondani, a nagykövetségek működnek, a nyilvános üzengetés a soha nem jó éles helyzetben, én azt várom, hogy megoldás lesz. Igen, egyébként a nyilvános üzengetés szerintem se jó, viszont azt azért érdemes elemezni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nemrég meghívta hazánkba a svéd kormányföld Ulf Kirsterston, nem tudom, jól mondtam a nevét, azonban nem fogadták el Orbán Viktor meghívását arra hivatkozva, hogy nem látják értelmét a találkozónak. Na most, hogyha elvileg valaki szeretné, hogy egy ország megszavazza az ő NATO csatlakozásokat, akkor nem kéne legalább ellátogatni, megbeszélgetni? erre mondtam azt, hogy a színfalak mögött tárgyalások lesznek, nyilván ez nem kell, hogy kiszivárogjék, nyilvánvalóan a svédek úgy érzik, hogy ők a nagy problémát, a törököket megoldották, a kisebb probléma Magyarországban hátra, itt egy kompromisszum fog születni, és ez megoldás hozza, hogy mikor ezt pillanatnyilag lehetetlen megmondani. Ha már Diplomácia január 29-én Ungváron találkozik Szijjártó Péter mm -hmm. Dimitro Kulebával, és ugye nagyon érdekes, hogy miközben ezt a találkozót készítik elő, közben meg, hát például Szijjártó Péter nemrég is kapott ukrán fenyegetést, tehát hogy azért azt sem teljesen vegytiszták a viszonyok. Nyilván ugye a Kuleba a Szijjártó találkozónak valószínűleg a célja az, hogy előkészítsenek egy Orbán Viktor Volodymyr Zelenszky találkozót. Létrejöhet ön szerint aktívabb párbeszéd Ukrajna és Magyarország között? Több dolgot mondott, próbálok reagálni. Egy, ma Ukrajnából nagyon sok magyar kap fenyegetést, én is kaptam. Tehát ez, ez egy dolog. A másik az, hogy Ukrajna egy rendkívül furcsa helyzetben van. Az ország, orosz ország határához közel lévő területeken rengeteg orosz ajkó emberje. Ukrajna nyugati részeiben dönten ukránok, de nem oroszok élnek. A következő megjegyzés az, hogy a Zelenszky aláírt egy nyilatkozatot pár órával ezelőtt, hogy Oroszország mélységi területe is, itt felsorolt nagyon sok területet, ősi ukrán területet. Én ebbe belemeltek, de ez megint azt jelenti, hogy a feszültség a két rész között nő. A következő. Mi az ukrán stratégiai cél? Hogy Magyarország ne békozza meg az 50 milliárd eurós támogatást. Igen, de ehhez két nap van hátra a külügyminiszteri találkozó után. Tehát vagy egy rendkívül sikeres külügyi csúcs lesz, vagy ez más helyzetekhez. Következő. Hát azért annyit látni kell, hogy a ukránok megint egy két olyan döntést, ami rendkívül fura. Az egyik az, hogy bevezetik a kettős állampolgárságot. Mi ennek nagyon örülünk, mert a kintélő magyarok számára ez azt jelenti, hogy nem kell dugdosniuk a magyar állampolgárok is, de nem ez a cél. Aki oda megy harcolni és harcol Ukrajnáért, az olyan megtiszteltetés ér, hogy ukrán állampolgár lehet. Na most egyet megint tisztázzuk. Ha ezek nyugat-európaiak, akkor ez kiröhögik. Egy francia, egy belga nem akar ukrán állampolgár lenni. Tehát egyszerűen nem értem, hogy Zelenszkinek hogy adhatnak elnézést ilyen butatlanácsokat. Ha oda megy valami szerencsétlen afrikai vagy ázsiai harcolni, annak az urán állampolgárság felütülés. de ez az ott lévő külföldi erők töredékének a töredéke. Tehát megint Zelenszki PR politikát csinál, mint két év óta szinte mindig. Ezzel van baj egyébként? Hát baj nincsen, csak ez megint egy rendkívül látvány, hogy Elnézést, nem tudom, ki tud még oroszul. Volt egy olyan daluska az én időmben, amit mondtam, oroszul. Ott, majd Domnye, majd a hazám, majd Domnye, Ulicám, majd Dom szawieski Az én címem nem utcaházszám, az én címem Szovjetunió. Most ugyanezt próbálja eljátszani, rosszul mondtam egy szót, elnézést. Ugyanezt próbálja eljátszani Zelenszkeli, aki ideje hozzám, az ukrán állampolgárságot kap. De bocsánat, egy nyugatinak ez nem szempont. Egy nyugati vagy ebből megy oda harcolni, vagy pénzzel megy oda vagy a kettő kombinációja. Ö, tehát én, én, megint nem értem a Zelenszkét, ez nyugaton nagyon jó hangzik. Zelenszké megnyitja az országba az állampolgárságot. Kinek? maj, ad, bocsánat, a dola, Dalocska úgy szólt, hogy my address, mi a a címem nem utca a Így volt pontosan oroszok. Igen, ez egyébként a legfontosabb kérdés ezen a <laughs> dolgon. De... Nem csak nem akarok pontatlanságot mondani, elnézést. Régen voltak már ezek az énekek, megértjük. A... Beszélt a tanár úr is arról, hogy Ukrajna gyarmatosításával vádolja Amerikát az orosz kém főnök, és ugye itt ez a gyarmatosítás szó, egy kicsit most ezzel lovagolnék, mert egyre többször kerül ez elő, hogy van-e olyan még, hogy önálló Ukrajna, vagy az egy amerikai gyarmat, vagy egy sokaknak a gyarmata. Szóval egyébként a tanár úr a 21. században hogyan definiálná a gyarmatszót ö, ebben a mostani történelmi helyzetben? Egy ország kiramlása, egy ország erőforrásainak a megszerzése, egy ország politikájának a meghatározása, egy ország függővé Ugye Szergei Nariskin, az orosz külső hírszerző szolgálat igazgatója, ez az SZVR egyébként, ő mondta azt, hogy az amerikai Egyesült Államok gyarmati közigazgatás létrehozásába fogott Ukrajnában, amely a Washington érdekeihez igazodó nyugaton kiképzett ukránokból áll majd. Itt kire gondol? Kezdjük az elején. A ukránok elképesztő mértékben torzítanak, zárjál. Az oroszok is. Csak más az alaphelyzet. Az oroszok a saját pénzeiket lopják, mert ugyanolyan korruptok az ukránok, amerikai és európai pénzeket. Kire gondol? Arra, hogy rengeteg Ukránban van, Nyugat-Európában nyilván ezek jelentős részét beszervezik, nyilván ezek jelentős része diplomás, ha nem, akkor nyugaton képzik, és egy nyugatban át elitelt akarnak hazaküldeni. Tehát ez nyilvánvaló, de elnézést, a oroszok ugyanezt csinálták, Hát, ő, én mindig elmondom, hogy amióta Ukrajna független, 1991 óta vagy nyugatbarát, vagy orosz barát kormánya volt, én még ukrán barát, ukrán kormány nem láttam. Azt is mondta az eszvér vezetője, hogy Washington azt követeli Vodolov Dimir hogy valamilyen ürügyel távolítsa el a vezető kormányzati pozíciókból azokat a személyeket, akik elvesztették a fehér ház bizalmát. Szerinte a fekete listán több tucat magasrangú ukrán tisztviselő szerepel Zelenszki csapatából, és felhívta arra is a figyelmet, hogy ellenkező esetben nyilvánosságra hoz egy gyilkos korrupciós dossziét az ukrán elnök környezetének tagjai ellen. Tényleg tegnap József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégem, és ő is azt mondta, hogy bizonyos dolgok egyáltalán nem véletlenek, ilyen például, amikor kiszivárgott, hogy Zelenszky és felesége New Yorkban vásároltak nagyon drága gyémántot, és ott bariatlanul viselkedtek az eladóval, akit aztán meg is próbáltak kirugatni, illetve, hogy ugye volt az az újságíró, aki Zelenszky állítólagos egyiptomi villájáról írt cikket, és hogy ő például meghalt, tehát meggyilkolták, és hogy elég sok ilyen mozgás van, és hogy például ez a meggyilkolás sem volt jó pont az amerikaiak szemében. Lehet-e a háttérben egy ilyen óriási titkosszolgálati kamara ezzel ezt körül? Persze, de elnézést, hát ugyanez van az oroszoknál. Hát aki Putyin ellen valamit mond, az jó esetben kap néhány év börtönt. Tehát aki mit tudom, elképesztő hülyeségekért kitett valami bevásárló központba kis papírkákat kapott, nem tudom, 5-7 év börtönt. Tehát elképesztő mind az orosz, mind a ukrán helyzet, Ukrajna. A legkisebb kritikát sem tűrik. Az összes ellenzéki újságot, rádió, televíziót betiltották. Az a szerencsétlen, aki megírta azt, hogy Egyiptomban Zelenszki anyusa vett több millió euróért vagy dollárért teljesen mindegy ingatlan, azonnal megölték. Tehát a kritikát az az ukrán vezetés nem bírja ugyanúgy, ahogy az orosz sem. Ö, igen, csak a Oroszország, ha jól tudom, nem akar az Európai Unió tagja -ja lenni. Én egyáltalán nem mentem fel, meg kapja a szankciókat, meg. Szóval De. nyilván nekem nem, nem a legvirágzóbb demokrácia Oroszország, sőt, meg mindent. De hogy Ukrajna elvileg mégiscsak az Európai Unióba igyekszik. Persze, mert ezt a feladatot kapta. Mert a Ukrajna belép az Európai Unióba belülről szétveri, hát ettől kezdve a pénzek jelentős része Ukrajnában menne. Plusz én, mint Zelenszky, mivel tudom az ukrán népet kámbítani? Milyen a jövő, milyen az Európai Unió váránk, a NATO, stb. Hát a szlovák miniszterelnök mondta, hogy a nato való ukrán belépés az azonnali harmadik világháború lehetőségét hozná. Ezt mondom hónapok óta. Persze, ez az ukrán vezetés ilyen kérdés, meddig lesznek pozícióba, és utána életben maradnak, ilyen vagy nem. Vitali Klitschko, Kiev a polgármestere, <höhem> és kemény mondatokat mondott többek között az, hogy Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök és kormánya alatt egyre inkább a tekintélyelvű uralom felé halad, és itt többek között a sajtószabadságot emelte ki, hogy nincs ö, alternatív nézőpont, illetve, hogy felülről ültetnek polgármestereket és községvezetőket, ö, és nem az emberek választják, és ugye miatt nagyon aggódik. Ugye azért azt tudjuk, hogy Kricskó ö, ö, nem feltétlenül egy politikai Platformon van Zelenszky, de mintha a háború első szakaszaiban inkább a védekezésre, vagy akár a közös védekezésre tettek volna hangsúlyt. Most mi lehet a helyzet? Egy klicskó első ember szeretne lenni. Kettő, ez Zelenszky eltávolítani. Három. Vagy egy egykori ökölvívó. Négy. Ő is vett most néhány millió euróért egy házaskát Németországba, amire azóta hogy ukrán válasz, hogy ezt a pénz, hányi pénze van, miért nem adja oda ukrán katonáknak? Mert nem hülye ez az ő pénzzel testvérével együtt csinálták, és vett Hangur környékén valami államvilág. Tehát Klitschko elkezdte újra játszani a saját politikai céljainak megfelelő nézetrendszerbe a politikáját. Ekközben zajlik egy NATO hadgyakorlat, ez talán a hidegháború óta a legnagyobb 90 ezer katonát von össze a NATO, és Belarus egyre idegesebb emiatt a, a készülő hadgyakorlat miatt. Azt mondták egészen pontosan, hogy a NATO megsértette nemzetközi kötelezettségeit azzal, hogy nem hívta meg Belaruszt a, szövetségi a szövetség hadgyakorlatának megfigyelésére. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy hogy működik ez, hogy amikor hat gyakorlat van, akkor kiket kell meghívni megfigyelőnek, és ők mit csinálnak ott? Ezzel a négy hónapig tart ez a gyakorlat. Európában észak déli ráiba, minél közelebb az orosz határhoz. Tehát ez egy megjegyzés. A másik az, hogy Bielorusz azt mondhatja, amit Moszkva megenged ha, neki. Harmadik Bielorusszban orosz taktikai atomfegyverek vannak, de ezeket oroszok kezelik. Négy. Elvileg szokás, hogyha egy NATO gyakorlat van a szomszédországok vezetőit, meghívom, igen, ha azok baráti országok neve, Bielorusz ellenséges ország, nyilvánvaló volt, hogy nem fogják meghívni, Bielorusz tiltakozik, ez senkit nem érdekel. Így mindenkit az érdekel, hogy amit Bielorusz mondta, van -e egy önálló Bielorusz gondolat, vagy ez pedig Moszkva üzenete. És uh, akkor azt mondja hogy a hogy nincs ebben önálló Bielorusz gondolat? Én azt mondom, hogy ebben minimális önálló gondolat van, a Lukasenko vagy Lukasenka nem az eszmei tevékenységéről írás, ő ma teljes mértékben Moszkvának van alárendelve. Egyébként azt mondta, hogy megszegték a Bécsi Dokumentum 5. és 6. fejezetének rendelkezéseit, amelyek előírják a gyakorlatról szóló információk és a megfigyelésben való részvételre történő meghívások megküldését. Ennek a megközelítésnek semmi köze nincs annak a kinyilvánított szendékhoz, hogy megőrizzék a jelenlegi európai biztonsági struktúrát, és emiatt a NATO csapat jelenlét miatt elektronikai hadviselési erőket telepítenek a nyugati határa tényleg nem akarok senkit ijesztgetni, de azért arra emlékszem, mikor Oroszország legutóbb hadgyakorlatot tartott, akkor február 24-e lett a vége. Mennyire lehet egy ilyen feszült helyzetben egy gyakorlatból, egy rossz mozdulatból egy tényleges katonai konfliktus? Van az a szép pillanat alatt. Tehát nyilvánvaló, megint amit mondok, nem olyan, Nyilván a NATO központban ott vannak az orosz hírszerzők. Nyilván az orosz vezérkarban ott vannak a nyugati hírszerzők. Nyilván mindenki mindent tud, és a legfelsőbb vezetés egy adott esetben Putyin és Biden döntenek. Nyilván itt a cél az, hogy Oroszországot provokálják. Nyilván a cél az, hogy az Oroszországtól félő tartó országokat, a skandinávokat, a baltiakat, a lengyeleket megnyugtassák. A többi ország nem szorul erre, mert vissza az orosz támadásba. Most azt jelenti, a Lavrov, azt mondta tegnap az ensz hogy nem lesz orosz támadás, ez természetes, más nem mondhat, de valóban nincs sok értelme egy orosz támadásnak, annál inkább mert a NATO európai hagyományos erői olyan fölényben vannak az oroszokkal, hogyha én nem atomháborúról beszélek az oroszoknak, a legkisebb esélyük sincs, tehát magyarul egy háború csak atomháború lehet, mert különben az oroszok az első napokban elvesztenék. Tehát ezt mind látni kell. Na most az, hogy melyik nemzetközi egyezmény mit ír elő, ez egy csodálatos dolog gyakorlatilag bármikor, bárki bármire hivatkozhat, nyilvánvaló elő volt írva az, hogy meg kell hívni a szomszédországokat, nyilvánvaló az Bielorusz esetében a NATO nem fogja megtenni. Még egy ö, dolgot behoznék, ez pedig a hétfőn volt az ENSZ biztonsági tanácsának ülése, ahol Szergej Lavrov mondott egy nagyon érdekeset. Azzal vádolta a nyugati országokat, hogy nem hajlandóak a tárgyalásokra, miközben Moszkva mindig is kész volt a párbeszédre, és az orosz külügyminiszter szerint Oroszország célja a jelenlegi ukrán kormány hatalomból való eltávolítása, csak is erről van értelme tárgyalásnak, és azt tanácsolta a nyugatnak, hogy vegyék észre, Volodymyr Zseneszki elnök elképzelése a békéről sehova sem vezet, ha Ukrajna leállítaná a harcokat, több százezer ukrán életét mentené meg, és tagadta, hogy Oroszország meg akarná a jövőben támadni a nato -t. Na ezeket a mondatokat hogyan kell értelmezni? egy. Lavrov profi. Kettő. Orosz kormányülésen az egyetlen ember, aki közbeszólhat, ha Putin beszél, az Lavrov. Senki másnak ez a privilegiuma nincs meg Igen, három. Ma ténylegesen az, hogy Oroszország megtámadja a nato ennek sem értelme. A Zelenszki féle politikain a bevezetőben mondtam, hogy ma Oroszország mélysége ukrán terület volt, de pici csúsztatást látok. Nem túl nagyot mondhatnám, egy kuk nem igaz, de ez túl durva lenne. Következő. Mit mondott Szikorszki lengyel miniszter, aki amikor felrobbant az észak ott egy-kettő, akkor beírta a facebook hogy köszönjük Amerika, ami szintén nem való túl nagy bölcsességre. Most azt mondta, nem szabad békére kényszeríteni Ukrajnát. Ez ugyanaz, mint amit a brit miniszterelnök és az amerikai elnök mondtak tavaly február 24 e után. Tehát máshogy fogalmazva, ma Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy magába döntsön, tele van nyugati tanácsadókkal, és én nagyon sokszor elmondtam, hogy a teljes ukrán bevétel a kiadásainak a 80%-át tudja adni. Az egész országot ma nyugat tartja el. Nem beszéltünk arról, hogy a német, német pénzügyminiszter, a liberális párt elnöke Riner mondta azt pár órával ezelőtt, hogy nem tudja Németország német ország egyedül Ukrajnát ellátni. Németországban újabb problémák vannak, most éppen a vasútasok kezdtek el egy egyhentes -egy -egy -e sztrájkot, és a ország rendkívül nehéz gazdasági ezzel került a saját szintjén. Tehát máshogy fogalmazva, amit Láfró mondott, abban rengeteg igazságon, ma az ukrán politikát Washingtonban, Brüsszelben, Londonban döntik el, és nem kérdben. Hm. akkor most áttérnénk Izraelnek a kérdésére, ahol... Közben kaptam ez megnyugtató, mert akkor így biztos, hogy még ki tudjuk húzni a műsoridőnket a következő percekben is. Egy teljes üvegásai bizonnálom. Köszönöm akkor akár két adást is fel tudunk venni. De szóval ma van az izraeli háború 110. napja, az izraeli katonák Hani Yunis település felett köröznek a gázai konfliktusban, az izraeli hadsereg helikopterekből lövi a várost, és ami új hír egyébként, hogy arról számolt be az Axios nevű amerikai hírportál, hogy Izrael a már korábban közvetői, közvetítői szerepet vállaló Egyiptomon és Kataron keresztül két hónapos tűzszünetet javasolt a Hamásznak az összes túsz elengedéséért cserébe. Hogy látja a tanár úr, lehet, van realitása egy újabb tűzszünetnek? Én, amit mondok, nagyon csúnya lesz. Ha én, mint Izrael hirdetek valamit, a Hamas el kell, hogy Ha én, mint Hamász hirdetek valamit, Izrael el kell, hogy Itt óriási szerepe van a közvetítőknek, Egyiptomnak és Katárnak. Mi az izraeli tűzszünet lényege? két hónap tűzszünet cserébe a még élő hadifoglyokat, vagy foglyokat, vagy elrabolt embereket elengeditek, én adok a börtöneimből ennyi és ennyi palesztin. Mit mond a Hamas? Nem. A feltétele a tűzszünetnek az, hogy az izraeli csapatokat vonják ki Gázából. Na most a kettő koncepciójában más. Az izraeli azt jelenti, hogy én a háborút két hónap után folytatni fogom. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert két hónap alatt Izrael fölkészül a csapásra, a Hamas millió csatornán keresztül fegyverzók beszerezni, kérdés, hogy mit csinál. Mi a Hamas álláspontja? A béke feltétele a zsidó csapatok kivonása Gázából. Ebben Netanyahu nem mehet bele, mert ha belemegy, másnap megbukik. Tehát ma az álláspontok messze vannak egymástól. Egy jön be Egyiptom és Katár, tessék szes lenni közvetíteni. Tessék szes lenni azt a rendkívül szűk mesdjét megtalálni, ami még mindkét lehet számára elfogadható. Wall Street Journal egyébként azt közölte egyiptomi tisztviselőkre hivatkozva, hogy a Hamas tudatta kéz gyerekek és civil nők elengedéséről tárgyalni jelentős tűzszünetért cserébe. Igen, ez megint megjelent, hogy egy három lépcsős izraeli tűzszünetet hirdetnének, a harmadik utolsó lépcsőbe engednék el az izraeli katonákat, a másodikba az izraeli női katonákat pontosan meg, hogy melyik tűzszünetben, a tűzszünet melyik szakaszába kit kéne engedni, de ez az izraeli két hónapos tűzszünet része, és a Hamas számára ez így nem elfogadható. A Hamas nyilvánvalóan látja, kb. 20 ezer fegyverese volt Gázába, mi egy őrületes szám. Ebből meghalt 8-9 ezer, tehát a 1 harmad 40-45 százaléka, Nyilván a többség még él, csak szét vannak szóra. Mi a Hamas célja? Ezen emberek megmentése. A háború lesz, ezen emberek jelentős részét legyilkolják. Megszűnik ezzel a Hamas, lehet, hogy igen, de akkor a helyébe létrejön egy másik szervezet. Tehát annyit látni kell, ha én nézem ma az arab országokból jövő híreket. Az arab lakosság a világban, a muzulmán lakosság a világban elítéli Izrael, és kész arra, hogy a Hamas helyére álljon. Ha megnézem a jemeni szóvévőt, azt a szerencsétlen embert, aki csak hangosan tud beszélni, szörnyű, Abba is látszik, hogy a Irán által kapott napi utasításokat mondja el, tehát mindkét filma, mint a vakló megy még a műsor elején, amikor a híreket foglalta össze, akkor beszélt arról, hogy Benjamin Netanyahu és Joe Biden között is vannak konfliktusok. Ugye akkor a tanár úr úgy fogalmazott, hogy Biden azt mondta, hogy amíg Netanyahu a miniszterelnök, addig bizonyos feltételek nem teljesülnek. Ugye ez számomra a nagy kérdés, hogy biztonságpolitikai, geopolitikai kérdésekbe mennyire megy be a személyes politikai aspektus. Ugye a hétvégén egyébként ők telefonon beszéltek egymásról, és kifejezetten rosszul őt nyilvánosan össze is vesztek. Persze, ugye, mit kell látni? Netanyahu egy 75. életévében lévő izraeli politikus, aki igazán akkor futott be, amikor az entemblei akció kapcsán a kiszabadító izraeli csapatok parancsnoka a bátya életét vesztette. Biden egy szerencséken öreg bácsika, aki szeretne még egy sziklust elnök lenni, amire abszolút alkalmatlan, de történetben a kinevezések nem alkalmassági alapon, nem, nem sok egyéb alapon mennek. Biden azt mondja, amit neki mondanak, ő azt kapta meg, hogy két állami megoldást kell. Netanyahu abból indul ki, hogy ő a katonai győzelmet eléri, a túszokat kiszabadítja, majd megnyeri a választásokat. Katonai győzelmet nem ért el, azon az úton halad a túszok kiszabadításáért 110 nap alatt semmit nem ért el, csak azokat a túszok szabadultak ki, akiket eh, kicseréltek, és hát, hogy mikor írják ki a választásokat, ez megmondhatatlan, ugyanúgy a Ukrajnában is. Mi a helyzet Jemennel? Ugye azt látjuk, hogy a britek és az amerikaiak továbbra is támadják a husziknak az állásait, és pont ezen gondolkodtam, meg beszélgettünk is többekkel, hogy közben kereskedelmileg, meg gazdaságilag micsoda kárt tud okozni egy ilyen lépés. Nem szépen. Kezdjük a második részen. Mit jelent ez? Ha a így csatornán keresztül viszem az árut, lehet, hogy megtávadnak. A biztosítás összege nő. Ettől kezdve én megkerülöm Afrikát. Oké, okay, de ez több hét veszteség, elképesztően nő a szállítási költség, és el kell mennem a szomáliai kalózok előtt, akik rendkívül kedves, fiúk, 500 km körbe támadják a hajókat. Tehát nagyon nehéz. 20 -t. az életbe ember ezekről korábban nem halott, a két jement egyesítették, Észak-Jemen, Dél-Jemen. Áden szána lehet felsorolni. A lényeg az, hogy ma Jemen központilag szaudi irányítás alatt áll, szaudi szövetségben van, kivéve az ott élő sítákat, leegyszerűsítve a huszikat, de a kettő nem ugyanaz, ők terrára tekintenek. A huszik abból indultak ki, hogy a gázai háborúért idézi cserébe cserébe megbosszulják, és az izraeli-amerikai hajókat megtámadják a tengeren. Mi a probléma? Fogalmuk nincs, melyik az izraeli-amerikai hajó, ezért szinte mindenkit megtámadnak. Szó szóval ez a világkereskedelem 12%-a itt megy át, a szóhezi csatorna nélkül a világkereskedelem nem igaz, hogy összeomlik, de rendkívül mértékben megtrágul. A husziknak ezek a lépései ide válasz. választ. Angol-amerikai bombázás. Mit értek el? Leroboltak egy radarállomást, a első bombázásokban öt darab halott volt, oké. Okay. És mi történik? Hát ugyanígy folytatódik tovább a huszik, évtized óta háborúban állnak, nagyon sok külső erővel. Tehát őket az, hogy lebombázták, és van néhány halottjuk különösebben, nem zavar. Mit mondtak? Hollandia, Dánia, Olaszország hajókat küldött, a, a vörös tenger hogy megakadályozzák a Huszsi támadást. Oké, okay. de ez mind a világ kereskedelmet veri szét. És itt látszik, hogy ez a világ mennyire sérülékeny. És ekközben zajlik az amerikai belpolitikában is az e élet. Donald Trump megnyerte a New Hampshire előválasztást is. Most, amikor beszélgetünk, akkor a szavazatok több mint 85%-os feldolgozása után 54,4%-on áll. a kihívója vagy ellenfele ki Haley pedig 43,7%-on áll. Ugye Ron DeSantis, illetve egy másik jelölt is visszalépett. Szakértők szerint ezzel az gyakorlatilag Donald Trump végső győzelme is eldől hogyan értékeli a tanár az előválasztási eredményeket? Én nem így értékelem, azt a Héli, aki ismeretlen kapott durván 45 ot Ez neki óriási siker. Ez azt jelenti, hogy az előválasztást folytatni fogja, főleg azért, mert a harmadik előválasztás az ő államában lesz. És számomra itt lesz a kérdés. Ha itt tud győzni Trump, akkor eldől sok minden. Ha Héli győz, akkor ez a harc fog menni. Ugye Nikki Héli egyébként még nem jelentette be a visszalépését, és azt mondják, hogy ennek az is lehet az oka, hogy egy hónap múlva Dél-Karolinában Dél lesz az előválasztási forduló, ahol ő két cikluson át kormányzóként vezette az államot, tehát akár itt van, is esélye, bár a közvéleménykutatók Trump győzelmét jósolják, illetve gondolom, ilyenkor minden visszalépés és egyebek mögött komoly tanácskozások, megtaktikázások vannak és hátsó szobai megbeszélések, hogyha én visszalépek, mit kapok cserébe. Lehet, akkor megmondani, hogy hé, mit kér. Én, ha helyében lennék, nem vagyok, akkor én azt kérném, hogy vagy legyek külügyminiszter, vagy legyek a lelnő. Nyilván a Trump keresi a, a, saját csapatát, miután a korábbi csapatából rengetegen úthagyták, tehát meglátjuk, hogy lesz-e hátsó alkú, ha visszalép. Egyébként pont ez a kérdés merült fel bennem, hogy Trump azért elég jól összeveszett ott a, az elnökségi leadását követően a teljes republikánus elittel, hogy vajon most már csak saját emberekkel dolgozik, mert hát alapvetően mindenkivel összeveszett szinte. hogy ilyenkor, hogy, hogy van ez vajon, hogy csak saját vagy, most újra nyit gesztusokat, és újra nyit a republikánus érdekszférák felé? Ez hogy nyit, hát neki kell egy csapat, neki kell feltételezve, hogy kormányra kerül. Egy profi kormányzat egy olyan CIA főnök, egy olyan FBI főnök, olyan Pentagon vezető, külügyminiszter, stb., akik bebízik. Na most ő mindenkivel összeveszett, tehát neki most kompromisszumokat kell kötnie. Hogy kivel köti meg, ezt nyilván a néhány belső tanácsadója fogja sütni hallgatói kérdésekkel. Okay. Tovább, így szól az első. Sziasztok! Elméleti síkon, ha Németország kilép az EU-ból, akkor van értelme, hogy Magyarország továbbra is benn maradjon? Lenne értelme az EU-nak Németország nélkül? Válaszom, nem tud kérekni. Olyan mennyiségű szerződés kötség oda, nem tud kérekni. Ma a kilépésről népszavazást akar csinálni az AfD. Az AfD ma a Németország második legerősebb pártja a CDU-CSU után, ha és amennyiben a CDU-CSU megnyerné a választásokat, és az AFD-lel kötne koalíciót. Ez már a feltételezés feltételezése, akkor is a kormány nyilatkozatban benne lenne, hogy Németország marad a NATO-ba és az EU-ba. Következő kérdés szintén Németország. Okay. Amikor azt halljuk, hogy a németeknek nincs elegendő lőszerük egy háború megvívásához, akkor azt hogy kell elképzelni, mivel ott állomásoznak az amerikai katonák, azoknak sincs lőszerük? Milyen felszerelés van a németországi amerikai katonáknak? Kezdjük hozzá, én a felszerelés mindig államtitok. második. Jelenleg az Egyesült Államokban sokkal inkább egységesítve vannak a fegyverek, mint Európában. Európában sokszorosa van a fajtáknak, mint az usa és az amerikai harckocsit és minden más el van látva megfelelő mennyiségű lőszerrel. A németeknél a probléma az, hogy a lőszer jelentés részét átadták a ukránoknak, most kezdik ezen lőszerfajták újbóli gyártását. Ténylegesen nagyon sok országban kevés a lőszer. Én nem hiszek a harmadik világháborúban, tehát ez egy elvi lehetőség. És a hallgató második kérdése, ha jól emlékszem, nagy botrány volt, amikor kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatják a németeket. Ezt katonai létesítményekből tették, vagy civil élet, épületekből? Én erről véletlenül írtam néhány könyvet, tehát ebben egy picit benne vagyok. Egy. Amióta ez technikailag lehetséges, mindenki megcsinálja. Kettő. Mivel az amerikai követség a német kancelláriától kb. 300 méterre van, tehát onnan hallgatták le. Következő. Amikor ez kiderült, óriási botrány volt, mert ez Obama alatt volt, és Obama és Merkel nagyon jók írtak egymással, az amerikai külügyminiszter Hillary Clinton Merker barátnője volt. Amerikaiak megígérték, hogy soha többet nem hallgatják le a németeket, majd kiderült, hogy másnaptól ugyanúgy lehallgatták. Amikor ez kiderült, akkor Merkel mondott egy mondatot, hogy a titkos szolgálatoknak nem a technikailag lehetségesre, hanem a politikainak célszerűnek kellene törekedni, ez soha senki nem tartotta meg következő. Amikor Merkel egy kicsit felépült abból, hogy leavatják, akkor közölték vele, hogy nyugalom, az angolok is leavatják, a koreaiak és, és, mindenki, aki meg tudja csinálni, majd közölték vele, hogy nyugi, a németek teljesen törvénytelenül a francia kormány minden beszélgetését leavatják. Az ekkori belügyminiszter Lothar de Messier volt, nem tudom mond ez valamit, a papája a Wehrmacht egyik tisztje volt, a papája később a német hadseregnek lett a egyik vezetője, németül azt mondjuk, nem mondjuk a vezérkart, mert elvileg nincs vezérkart, de a valóságban van. A testvére volt a NDK utolsó miniszterelnöke, amikor már az egyesülés volt, hihetetlen érdekes a család. És a belügyminiszter azt mondta, hogy mostantól 360 fokos irányba fogunk hírszerzést folytatni, magyarul mindenkivel szemben. Ott még mentek ezek a hányfokos dolgok. Igen, a, a külügyminiszternek apró matematikai problémái vannak. Következő kérdés. Hogyan látja lehetséges -e, hogy az Erasmus pénzek megvonása a két legyet egy csapásra akció, azaz a pénzek átcsatornázása mellett a cél, hogy megakadályozzák a fiatalok valós tapasztalat, tapasztalatszerzését és a magyar modell terjedését? Magyar modell terjedését mindenképp meg akarják akadályozni, a fiatalokat nem. Rengeteg két oldalú szerződés van, és a magyar állam ezeket a pénzeket ki fogja fizetni, tehát a fiatalok a minimális mértékben fognak ebből csak károsodni. Egy újabb kérdés, sziasztok! Ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, akkor lehet arra számítani, hogy eltörlik az államadóságot, majd az EU kifizeti az adókból, de csak miután a nagy cégek minden értéket apró pénzen felvásároltak? Valahogy én úgy érzem, a háborúban mindig óriásit szakítanak, míg a hétköznapi munkás állja a céken. Érdeke Ukrajnának az EU csatlakozás, vagy jobban járna, ha Oroszországba olvadna be? Ott is kötelezve lenne a fizetésre? Mi lesz, ha Ukrajna marad, de nem fizet? Egy Ukrajna marad, de nem fizet, Kettő Ukrajna bármilyen áron be akar lépni az EU-ba és a NATO-ba, három, rendkívül komoly nyomás van, hogy vegyük fel Ukrajnát most az EU-ba, később a NATO-ba, négy, Ukrajna soha nem fog fizetni, Oroszországban nem akar beolvadni, mert a korábbi viszonylag jó orosz-ukrán viszonya a mélyponton van, ma az oroszok és ukránok zsigerileg gyűlölik egymást, ami nagy kár, mert van szó. Egy újabb kérdés. Jó napot, tanár úr! A kérdésem az lenne, hogy a Magyar Honvédség haderő fejlesztése milyen stádiumban van, és képes lenne ebben az állapotában egy támadást elhárítani? A válaszát előre is köszönöm. A magyar haderőt folyamatosan fejleszti. Ez egy mennyiségi haderő volt a rendszerváltáskor. A rendszerváltáskor a magyar haderő száma koribel is volt 156 ezer fő, jelenleg ennek a töredéke egy minőségi hadsereget akarunk létrehozni. Milyen támadásról van szó, szóval ki támadna meg? Tehát magyarul nyilván egy nagyhatalommal szemben az esélyeink minimálisak. Mi arra törekszünk, hogy a szomszéd országokkal kijöjjünk. Ez is egy nagyon nehéz dolog, mert azért 1100 év történelmében mindenre volt példa és ellenpélda. Ma kiváló a viszonyunk, a szlovákokkal, a románokkal vegyes a viszonyunk, a szerbekkel kiváló a viszonyunk. A horvátokkal vegyes a viszonyunk, a kell különösebb problémáink nincsenek. Az osztrák-magyar viszony mindig hullámzó volt, most is az, de katonai összecsapásról szó se lehet, főleg egy, a szomszédaink döntő részen NATO és eu a kettő, a szomszédainkkal azért ilyen problémáink nincsenek, de a hadsereget föl kell készíteni. Németül van egy mondat, hogy fürdén fádász, arra az esetre, ha, arra az esetre, ha kell készülni, ezt teszi a magyar kormány. És akkor a mai utolsó kérdés, mi a véleménye arról, hogy Biden visszalép a választási kampány elején, és Blinken lesz a jelölt, és természetesen megnyeri a választást? Egy. Biden nem akar visszalépni őt, erre kényszeríteni kellene a színpalak mögött. Kettő Blinken rendkívül értelmes, de hogy jegyezze meg, hogy ő külpolos. Ő nem belbolos, ő nem ért a gazdasághoz és az összes fontos mutatóhoz, az oktatáshoz, a pénzügyhöz, az adóhoz, sok mindenhez. Ő egy kiváló külügyminiszter, de nem több. Nagyon szépen köszönjük, és akkor most a műsorunk végén a tanár úr ismerteti a játék melyre a www.ultrahang.tv per játék oldalon várjuk a válaszokat február másodikáig péntekig. Most kérek segítséget. Mi volt a kérdés? A keresztény demokrata unió történetében ki az, aki 2018-ban belépett a pártba, és egy évvel később, 2019-ben már a párt alelnökele. Így már sokkal könnyebb a kérdés, mert én nem mondtam évszámot. Tehát magyarul a CDU életében először fordult elő, és soha azóta se, hogy valaki egy évvel a pártba való belépés után a párt alánöke lett, van szó. Köszönöm szépen, így pontos. Egyébként itt nézem, hogy érkeznek ö, válaszok már. Mi, a, mi volt a két dátum, amit ön mondott? 2018 és 2019. Hála jó Istennek, rossz dátumokat. Rossz a dátum, igen, igen, igen. igen nem nem el a dátumot. Szóval a Keresztény Demokrata Unió történetében ki volt az a személy, aki belépett a pártba, és egy évvel később már a párt alelnöke lett. Így pontos a kérdés. Köszönöm, az az hagyjuk, mert az nagyon nem És hát, több fajta válasz is érkezett ebből, van ami jó és van ami rossz, de sokfajta válasz érkezik, úgyhogy érdemes még játszani. nagyon szépen köszönjük a tanár úrnak, hogy itt volt velünk, és a a kedves hallgatóinak is a figyelmet. Én köszönöm szépen viszontlátásra, viszontlátásra. Mindenkinek szép napot kívánunk, iratkozzanak fel a csatornákra, ha még nem tették, az nekünk óriási öröm mindig, ha bővülünk. Szép napot viszontlátásra, viszont halásra.